Üdvözlök mindenkit, Poljánszki Attila vagyok, és ez itt a Traders Time. A Traders Time mai adásában a Signal Service e-heti eredményéről akarok beszámolni. A hetet euró-dollár vétellel kezdtük, amint látszik, hiszen az elmúlt hétben óriási esés volt az euró-dollárban, köszönhetően ugye a Jerome Powell csütörtöki beszédének, szerdai beszédének, abban ugye elég komolyan alátámasztott a dolgot, hogy a taper az kezdődik. Ennek a counter trendjét, ennek a visszapatolását kereskedtük le hétfőn, euró-dollár vétel, GBP japán-jen vétel, USD/CAD eladás, WTI vétel, a WTI ez tényleg az 60-67-ig, 68-ig, sőt fölé rallizott, szóval nagyon szépen ki tudtuk szedni belőle a profitot. GBP CHF vétel, ez egy pekes kötésem volt, nagyon szépen megcsinálta a TP, csak közben visszaszólt és kiszedte a stopomat. Louis Vuitton vétel, ez hozott nekünk 400-500 eurót összesen. Louis Vuitton vétel ad, igen, stop loss TP, pontosan. Jó, itt látszik, hogy már amúgy 1200-1300 dollár környékén vagyunk nyereségben, aztán csak GBP CHF kötések hiányoznak. Jó, szóval nagyon szépen megindult a hét, itt vannak a zárpozik, igen, a kőolajat azt újra nyitott, igen, pontosan, kőolajat külön zárta a TP nagyon-nagyon szépen. A GPCHF vételt visszakötöttem, igen, még látszik, hogy nagyon szépen megindult, WTI vétel, szóval továbbra lizik, így van, meg is csinálta, itt írom, hogy 65 áttörésével megvan benne az 1 dollár, sőt több is, meg is csináltam, hogy nekem sajnos a stop lezárt a pluszban, nyereségben. Igen, itt megint 1169 dollár környékén vagyunk nyereségben. És meg is csináltam úgy a WTI kötéseket. Nekem pont lesz volt, aztán pont ez a kis kanóc volt az, ami itt így visszaszúrt, és nekem lezárta a pozíciót. Jó, vagy nem? Így zárta itt a kék kocka, itt zárta, valahol volt egy kis kék kocka benne, hogy visszaszúrt és lezárta. De hál' Istennek nyereségben. Szóval nagyon szépen indultunk a héten, egészen USD/CAD eladás, igen, ez tovább, az ahogy megcsinálta fölfelé a rallyát, úgy lefele is visszajött egész oda, szóval ezt is TP-zárt az USD/CAD pozíciónkat. Így van. Aztán WTI-vé, tehát továbbra is tombolnak a bikák, következő ellenállás 70 környékén van pontosan. Aztán ezután kezdve oldalazni amúgy a WTI-t, volt tényleg szerdától nézve, szerda csütörtök péntek egy oldalazásunk, szinte mindenben, igen. És itt azért voltak, nagyon sok stopot leszettem amúgy csütörtök péntek, szerda csütörtök péntek. Volt egy ilyen negatív hullámunk. Igen, itt, ez még szerda délután jönnek adatok, szólok, hogy tegyük le a pozíciót, a WTI longot, mert hogy hírek jönnek ki és visszaszúrhat. Vissza is szúrt egy dollárt szúrt vissza, és több ilyen spike-unk is volt sajnos, nem csak a WTI-nál, hanem szinte minden egyes instrumentumnál, amely tényleg nagyon megnehezítette a kereskedést az elmúlt 2-3 kereskedési napon. Euró-dollár vétel felfelé tört ki, így van. Szerintem innentől kezdve GBP/USD stop, buy stop megnyílt, igen, legyen break-evenen, igen. Szóval innentől kezdve csak break-eveneket vagy stopokat tudtam legalábbis én zárni. Jó hírek jöttek ki, 3 millióra csökkent, megindult fölfelé, azt hirtelen visszaszúrt több mint 1 dollárt. Szóval ez egy hihetetlen megnehezítette a kereskedést. A Bitcoinban van egy óriási letörés, és itt innen történő visszapattanás, ugye itt látszik az, hogy erről a szintről nagyon jól meg tudott támaszkodni, és el tudott rugaszkodni. Itt is látszik, hogy valami kezd kiépülni, de ehelyett kb. Ezt csinálta, és sajnos sokkal nagyobb amplitúdóval, mint itt. Így nekem stoppon zárta sajnos ezt a pozíciót a MetaTrader. Igen, és a Bitcoin sell stop, konkrétan ez is stoppos lett, innentől kezdve szinte az összes kötés, ami volt, nem tudom, hogy a Jackson Hole-i szimpóziumnak köszönhetően, vagy annak, hogy elértünk egy olyan szintet, hogy a piac nem tudja, hogy merre induljon el, olyan spike-ok, olyan felleszúrások voltak a chartokban, ami hihetetlenül itt is látszik, hogy Bitcoin az mínusz 500 dollárban, a Kula az mínusz 140-ben, hogy hihetetlen nagy topokat tudott elvinni, szóval sok-sok stopba futottunk bele itt a héten. Itt a kőolaj
Szel, igen, itt letör egy olyan előtte kialakítottam, hogy szintet, ahonnan nagyon szépen le tud csorogni, amit látják, többször is megcsinálta már erről a szintről. Ehelyett lejött kb. Eddig, és kilőtt, mint az állat. Szóval egy hihetetlen, hogy az ember nem nagyon dolgozott a stoppal, akkor nagyon nehéz volt, de így is nagyon sokat elvitt. Ezen a héten negatívban is tudtam csak zárni. A pénteki nap, ugye még beszélt a Jerome Powell, ahol neki azt a várakozás szerint be kellett jelenteni, hogy jön a taper, és hogy tényleg jól áll a gazdaság, és hogy ideje megszüntetni, hogyha nem is emelnek a alapkamatot, legalábbis azért egy papír visszavásárlási programot azt szüntessék meg. Ezt mondta, viszont olyan finoman fogalmazott, hogy lassan kell megcsinálni, mert problémák lehetnek. Pénteken, ezzel is amúgy optimizmus döntött a piacra, szóval amit vártunk, ugye ez az óriási nagy kérdőjel a piacban, az mindig akkor van, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz, ugye, amikor óriási kérdőjelek vannak, akkor eladás van általában. Na most ez ilyen pekhe sztori volt, mert ahelyett, hogy eladás lett volna és korrekció, megint kitörtek fölfele, egy picikét, szóval itt ezen a szinten vagyunk most kb. A Dow Jones-szal, szóval igencsak érdekes a piac mostanság. Hihetetlenül legyen ember a talpán, aki most ki tud szedni belőle profitot, úgyhogy a hétfő napon újra szedteljük a dolgokat, hogy akkor mik voltak itt a problémák, lehet, hogy nagyobb timeframe-re fogunk átállni, de tényleg szerda délig több mint 2000 dollár nyereségben voltunk, és ez csütörtök péntek, ugye átitta ez a Bitcoin, az nagyon bele nyúlt, az igaz, de így is 3528 dolláros veszteségben tudtam csak zárni a hetet, ami az eddig egy legrosszabb kereskedés hetünk, annak ellenére, hogy nagyon jól indultam úgy. Jó? Szóval a stratégia az működik, valami változott a piacban, spike-osabb lett, megnézzük, hogy nagyobb time-re kell menni, vagy milyenkor a megoldás. Minden egyes előfizetőtől követőtől remélem mindenki azért tudott figyelgetni a pozíciókra, illetve a pozíció méretekre, mert hihetetlenül szivatós piacunk volt csütörtök péntek, mondhatnám. Szerda délutántól kezdett ez inkább ez a komoly felre rángatózása mindennek, szóval euró-dollár, GBP-os mindennek. Úgyhogy jövő héten folyt köv, és hozzuk el a piactól a nyereséget, ahogy eddig is csináltuk. Most volt egy karakterisztikáváltás, a piacnak tényleg az a típusú hullámzása változott meg, ami eddig volt. Ez egy érdekes dolog, ehhez kell most kicsit hasonulni. Ezt is természetesen megoldjuk, és menjünk tovább fölfele, akár csak eddig is tettük. A legjobbakat, trend legyen velünk, viszont látásra, viszont hallásra!